Mondhatom? Szevasztok, kedves nézők! A Restartot látjátok élőben. Jó magam, a Vendi vagyok, kicsit megfázva, bár de törve nem. Hát ma is egy informatikai egy órát lenyomunk, úgyhogy ha van kedvetek, kapcsolódjatok be a műsorba. A képernyő alsó részén ott vannak a mi elérhetőségeink. Android megeszi az almát, természetesen, úgyhogy ennek fényében kezdem is a legfrissebb érdekességekkel, és akkor utána jöhetnek a ti hozzászólásaitok. Google, ha már ugye Android, most nem annyira Androiddal kapcsolatos, de Androidon is egy elég hasznos funkciót újít a Google, ugyanis kifejlesztette a szuper hatékony képtömörítési eljárást. Talán régebben már beszéltünk erről, hogy nagyon dolgozik ezen, illetve a különböző adatforgalom csökkentő megoldások, azt gondolom, hogy már így is fellelhetők. Például a Chrome-ba van ilyen plugin ugye beépítve, sőt ugye a mobilos Chrome verzióba alapból támogatott ez mindenféle egyéb kiegészítő nélkül is, és most úgy néz ki, hogy a képeket is megpróbálják kicsit átvariálni, ezáltal ugye sokkal kisebb adatforgalmat generálva nekünk, amikor ezeket a képeket megnézzük, megjelenítjük, letöltjük. No kérem szépen, új képtömörítési módszerrel csökkenti a web méretét a Google. A Gaitzli, vagy én nem is tudom, hogy pontosan hogy kell ezt mondani, németül sütemény. Tud valaki németül? És hogy van a sütemény? Hogy kell kiejteni? Na mindegy. Szóval németül a sütemény, névre keresztelt adattömörítési algoritmus segítségével akár 35%-kal is képes redukálni a JPEG formátumú képek méretét a jövőben. Azaz a weboldalak letöltése gyorsabbá válhat, kisebb méretű képeknek köszönhetően, ezáltal pedig ugye kevesebb adatot fogyaszt a felhasználó is, és a telefon tárhelyén is ugye kevesebb adat lesz, tehát lassabban fog betelni, bár ezt időnként amúgy is illik üríteni a nyílt forráskódként elérhető algoritmus hasonló tömörítési eljárást használ, mint például a Zopfli, ez is ilyen németes, ez svájci fonott kalács, ez svájciul, ami német, francia, meg milyen olaszul beszélnek, ugye még azt hiszem, hogy Svájcba, valószínűleg ez is ilyen németes hangzás van, tehát Zopfli vagy Zopfli, mint fonott kalács algoritmus, ami ugye a PNG, illetve a GZIP fájlokat tömörítette anélkül, hogy másik formátumú fotót kelljen előbb készíteni hozzá. A tesztképek szerint bár kisebb méretet és minőségi romlást eredményez a Gaitzli, a szemmel viszont ez nem látható, és nem rosszabb ahhoz képest, mint amit ugye a JPEG előállítók, például a LibJPEG ugye állít elő. Hát ezt úgy igazából meg tudom nektek mutatni képen, bár szerintem a tévében nem tudom mennyire fog átjönni. Egy ilyen nagyon rossz minőségű fotót tetszik most látni a képernyőn, és akkor itt látjuk gyakorlatilag, hogy mi az eredeti, ez az eredeti JPEG tömörítés, ez a Gaitzli, vagy á, nem is tudom, mindegy, és mellette pedig ez a fonott kalácsos sztori. Látszik, hogy ez egy kicsit jobb minőségű, tehát itt látszik, ahol igazából... Tehát itt látszik a legjobban, itt nincs elmosódás, minimális. Itt azért nagyon szét van hullva, itt pedig azért kevésbé van széthullva. Tehát magyarul a minősége jobb ezeknek a képeknek. Ez a lényeg ennek a tömörítésnek. Ezt olyan módon éri el egyébként a program, hogy célzottan azokat a képrészleteket tünteti el, amiket a felhasználó szeme amúgy sem képes normálisan észlelni. Hátránya viszont, hogy több ideig tart maga a tömörítés folyamata, és az lassabban megy végbe, de hát ez legyen a Google-nek a dolga, hiszen ezt az ő szerverei konvertálják át ezeket a képeket, tehát azt hiszem, hogy ha több milliárd YouTube videót ki tudnak szolgálni, akkor egy pár képet igazán át tudnak tömöríteni, akár real-time-ban is, vagy a real-time-nak a nem tudom hányszoros a sebességgel, hogy az hozzánk ugye minél kisebb fáj méretben érkezzen meg, de mégse romoljon a minősége. Úgyhogy kérem szépen, a konklúzió az egészből az, hogy tehát kisebbek lesznek a képméretek, már hogy kevesebb helyet fog foglalni, mint sávszélesség ügyileg, mind a telefonunkon, ezáltal kevesebb adatot is fog forgalmazni számunkra, és mégis elegendően jó minőségű lesz. Természetesen le akarjuk tölteni utána natív a képet, akkor úgyis az eredeti formátumot fogjuk lekérni, de a megjelenítéshez ez mindenképpen optimális. Jó, megyünk tovább. Újabb hírek vannak az új Androidról, ugye az Android
Oreo vagy U verzióról. Egyre közeledik ugye a kiadás, és hát a pletykák is szaporodnak az újdonságokról. Már csak 2 hónapra vagyunk az idei Google I.O. rendezvényétől, amelyen várhatóan megláthatjuk majd, hogy mit tud az új Android U verzió. Persze alap esetben a végleges kiadás és a teljes frissítés a béták után csak ősszel fog érkezni, de ugye a Nougattal történtek után inkább augusztusra várják a következő fő verziót, tehát még az is lehet, hogy kicsit előbb érkezik meg. A pletykák persze már elindultak a várható újításokról, és a névről is sokan találgatnak, ugye Hiroshi Lockheimer az Oreo elnevezést találta ki. Ő egy ilyen Android jósló, ugye van az Apple-nek is egy ilyen jósa, most írta, nem is tudom, hogy a nevét, Kimoto úr, igen. Ő az Apple-lel, iPhone-okkal kapcsolatban szokott elég jó dolgokat megjósolni. Ez a Hiroshi Lockheimer, milyen érdekes, hogy mind a két emberünk japán egyébként, ő meg az Androiddal szokott általában, Androiddal kapcsolatban szokott olyan jóslatokat mondani, amik ugye többé-kevésbé megállják a helyüket, és tényleg ez lesz majd a későbbiekben. Tehát ő az Oreo nevet találta hozzá ki, de ilyen téren igazából nem igazán lehet még biztosra menni, tehát ezek csak találgatások, úgyhogy ne tessék megbízható információnak, készpénznek venni. Egy névtelen forrásra hivatkozva most egy listával is előállt, amely az Android U legfőbb újdonságait tartalmazza. Az információk elég hiányosak, és persze kár lenne mindent biztosra venni, de azért nézzünk egy-kettőt. Alig változnak majd az értesítések, illetve állítólag változnak az értesítések, illetve az appok ikonjai kitűzőket kapnak az értesítésekhez, vagyis azt tudja majd az Android U, amit az iOS és sok androidos launcher már a kezdetektől kezdve tud. Most ez belekerül az alapverzióba is. Lesz kép a képben, picture in picture mód, okos szöveg kijelölési eszköztár, továbbá fejlődik a Media Recorder API is, sok üzleti funkció kerül pluszba bele. Az appok háttéraktivitását korlátozná a Google, ez vélhetően ugye az üzemidőt segíti majd nagy mértékben javítani. Adaptív ikonokat is emlegetnek, ami feltehetően a naptáraknál, illetve az időjárás appoknál lehet kivált kép hasznos, tehát ez azt jelenti, hogy maga az ikon változik majd. Tehát mondjuk, mit tudom, van egy időjárás applikáció, és annak az ikonja lehet, hogy rögtön mutatja, hogy hány fok van olyan piciben. És ez mindig változik aktuálisan természetesen ahhoz mérten, hogy tényleg hány fok van mondjuk odakint. Jó? Egyébként ilyenek már most is vannak, de ezt így natív nem támogatja. Widgetek formájában lehet ugye felvinni a rendszerünkre ezt. Ha megtennétek, hogy becsukjátok ezeket az ajtókat, akkor lehet, hogy nem hallatszik be a szokásos takarítási menet, vagy mindig akkor van takarítás egyébként, amikor restart kezdődik, és az egy kicsit ugye a háttér zúgás az mind engem is idegesít, mind pedig az adásba is behallatszik, de ne törődjetek vele, menjünk tovább. Durva hibát találtak az új Ryzen, AMD Ryzen processzoraiban. Igazából ugye nem régiben jelentették be őket, és már is bejelentették a hozzájuk kapcsolódó hibákat is, és bár az AMD új Ryzen processzorai még csak alig pár hete kaphatóak, már is sikerült egy viszonylag durva hibát találni bennük. Az új chipek ugyanis bizonyos úgynevezett FMA3-as utasítások végrehajtása során lefagynak, magukkal rántva a teljes gépet. Tehát csak és kizárólag az újraindítás segít, illetve a reszetelés, bár apró működési hibák nem szokatlanok az AMD processzorok esetében, sőt általában mindegyikükben több százat vagy több ezret fedeznek fel az életciklusuk során. Az mégis viszonylag ritka, hogy a probléma ilyen triviális és mégis súlyos következményekkel járó legyen. Ráadásul az FMA3-as nem is új technológia, hiszen az utasítás készlet már az AMD lapkáiban évek óta használva és támogatott. A jó hír, hogy természetesen a gyártó már dolgozik a probléma javításán, ami már legyártott, sőt fogyasztók által megvásárolt processzorokra is alkalmazható lesz, tehát valamiféle firmware frissítéssel meg lehet majd oldani, hogy ne fagyogassanak ezek a procik. Ehhez ugyanakkor a gép, illetve alaplap gyártók részéről lesz szükséges egy újabb foltot már tartalmazó BIOS frissítés kiadása, illetve annak felrakása a hibás lapkát tartalmazó masinákra, amik induláskor majd kijavítják az ő működésüket. Ja, úgyhogy no para, csinálják, meg lesz, nyugodtan tessék AMD szinten is gondolkodni, hogyha úgy gondoljátok, mert azért ettől függetlenül ezek a Ryzen procik elég jól sikerültek, legalábbis amennyire lehet róluk tudni.
Méreg drága retro iPhone 7-es változatot dobtak piacra. Jó hírünk van azok számára, akik ugye imádják az Apple-t, és akik nem csak a régi klasszikus termékek iránt érdeklődnek, de új modernkori kütyüre is vágynak, ők ugyanis mostantól egyetlen készülékben kapják majd meg imádatuk mindkét tárgyát, az iPhone 7 Plus Retro Edition személyében. Hát én mutatok is róla rögtön egy képet, és akkor majd utána beszélünk róla. Itten van he. Tehát ugye igazi 80-as éveket idéző, vagy 90-es éveket idéző design, ugye az Apple-nek ez a... Hát én nem is tudom ezt milyen színűnek nevezni, mert ez nem szivárvány szín, mert az nem így áll össze. Mindegy, színes alma, és akkor igazából ez egy olyan nagyon fehér és csíkos, ez a régi Mac-eknek volt ugye a dizájnja. Hát nem tudom, ettől kinek lesz jobb. Ezt egy tokkal is meg lehet oldani, de nem, itt nem tokkal van megoldva. Ugyanis az egyedi kütyük kialakítására szakosodott cég által piacra dobott készülék belsejében egy iPhone 7 Plus rejtőzik. Külseje azonban a klasszikus 80-as évekbeli Mac számítógépeket idézi. A ház ugyanis ebből a korszakból származó almás gépek ikonikus bézs bordázott műanyagjára cserélték le, amire ráadásul a régi színes Apple logót is felrakták. Ugyanakkor azoknak, akik szeretnének, ezt nem tudom, hogy fordítsam, de mindjárt meg felolvasom, és akkor majd értelmezzük együtt, mert megint szépen fordították le. Tehát ugyanakkor azoknak, akik szeretnének tenni, a különleges telefon egy példányára különleges telefon egy példányára, igencsak mélyen a zsebükbe kell nyúlni, a retrósított iPhone 7 Plusért ugyanis gyakorlatilag a hagyományos modell árának dupláját kérik el, $1,900, ami nagyjából 545 ezer forint, ennyiért lehet, kérem szépen, műanyagra cserélni, és ilyen hulla retróra a történetet. Tehát nem egy 2000 forintos tokkal kell ezt megoldani végül is. Nem. Vegyünk belőle ilyet, mert hát ez a menő. Biztos nagy sikere lesz a történetnek. Biztonsági hibát találtak ismét a Windows 10-ben, ezzel folytatjuk. Egy biztonsági szakértőnek sikerült olyan sérülékenységre lelni a Windows 10-es rendszerben, ami lehetővé teszi kártevők, illetve hackerek számára a rendszer egyik fontos védelmi vonalának, ugye a User Access Control, vagyis az UAC kijátszását, hogyha ez úgy jobban ismerős számotokra. A sebezhetőség kihasználásával a támadók észrevétlenül szerezhetnek rendszergazda jogokat az érintett gépeken, ami birtokában aztán az utóbbiak felett akár az irányítást is átvehetik. A problémát a Windows 10 régi módi biztonsági mentést készítő segédprogramja, amíg Windows 7-ből megörökölt Backup and Restore képezi, illetve az, hogy utóbbi miközben rendszergazdai jogokkal fut, egy olyan registry kulcs felhasználásával tölt be bővítéseket, amelyet a mezei felhasználók is módosíthatnak, így a gépre már ugyan bejutott, de ott még csak korlátozott jogokkal bíró kártevő vagy támadó az említett kulcs manipulálásával, majd a backup segédprogram indításával a legmagasabb szintű privilégiumokra tehet szert, ergo meghekkelheti jól a számítógépünket. Bár a rosszindulatú aktorok egy közönséges fiók felhasználásával is sok kárt okozhatnak a számítógépen. A User Access Control prompt kikerülésével és a rendszergazda jogok birtokában azonban a rendszer feletti teljes irányítást át lehet venni. A hiba ugyanakkor szerencsére csak a Windows 10-et érinti, a rendszer korábbi változatait futtatók biztonságban érezhetik magukat. Tehát milyen érdekes, hogy egy Windows 7-ben lévő program, vagy már ugye abban is ugyanezt a megoldást használó program, a Windows 10-ben manipulálható és ki használható ennek a sérülékenység, miközben a Windows 7-ben meg 8-ban meg nem. Milyen érdekes. A sebezhetőség megléte ugyanakkor így is ciki a Microsoft számára, mert rendszerében korábban már több hasonló módon működő sérülékenységet is azonosítottak, például ugye az eseménynaplót, illetve a lemezkarbantartót használták föl hasonló módon ugye az UAC prompt ilyen történő megkerülésére.
Úgyhogy kicsit tényleg értetlenül állok én is a probléma előtt, már csak azért is, mert nagyon régóta ugye ilyen kettős életet él a Windows 10, tehát hogy benne van egy Windows 7 is valahol, tehát elő lehet hívni a hagyományos vezérlőpultot, meg tényleg mindent, még ugye a mentés visszaállítás, tehát ez a backup restore-os megoldás is a Windows 7-ből van. Miközben ők elvileg így nagyon átalakítanak mindent, és ugye arról is szólt a fáma már régebben, tehát már legalább fél éve, vagy lehet, hogy egy éve, hogy hát hogy ezeket majd szépen kifogják belőle gyomlálni, és marad csak a gépház, és azon keresztül lehet majd mindent beállítani, ami persze valahol érthető, hogyha teljesen meg akarják változtatni a felhasználási módját igazából, meg ugye az egész felületét, szemléletét a Windows 10-nek, de valamiért mégis benne vannak ezek a régi beállítási megoldások, tehát igazából mindent majdnem, hogy kétféleképpen állítgathatunk be, bármiről legyen szó a beállítások között, és akkor még ebbe találnak hibákat. Tehát akkor én el sem tudom képzelni, hogy lesz itt akkor az új user interfészsel majd valami, és hát nem sokára ugye egy-két héten belül jön az új verzió, tehát ugye a következő nagy frissítés, ez a Creators Update. Hát mindenki készüljön fel rendesen. Kíváncsi vagyok, hogy milyen hibák fognak még kiderülni. Valahogy, minthogyha egy picikét most úgy nem is tudom. Lehet, hogy túlságosan ez a Creators Update-tel vannak elfoglalva Microsoft-éknál, és azért nem foglalkoznak az eddigi dolgokkal, de egyre több hiba derül megint csak ki a Windowsról. Pedig ugye én elég ígéretesnek vélem, vagy véltem a Windows 10-et, most egy picit csalódott vagyok. De bízunk benne, hogy javítják, meg jobb lesz, meg nem tudom. Minden esetre. Ugye még mindig a legközkedveltebb és a legtöbb ember által használt operációs rendszerről van szó, legalábbis ami az asztali gépeket illeti, úgyhogy akár tetszik, akár nem, ki kell javítani ezeket a hibákat. Kész. Nincs vita. Ennyi. Rendben. Megyünk tovább. Mostantól a weben is bárki ellenőrizheti az adó bevallását, ugye arról már beszéltünk, hogy az idén először van az, hogy a NAV megcsinálja helyettünk az adó bevallásunk tervezetét, tehát nem magát az adó bevallás, a tervezetet, amit ha jóvá hagyunk, akkor gyakorlatilag az az adó bevallásunk, már pedig ugye mi ne hagynánk jóvá. Nos, lehet ellenőrizni. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter adózás történeti jelentőségű változásnak nevezte, hogy ugye 2016-os adóévről már a Nemzeti Adó és Vámhivatal készített el a magánszemélyek helyett a személyi jövedelemadó bevallást, amelyet március 15-től ellenőrizni is lehet az elektronikus felületen. A miniszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón elmondta, hogy a NAV 3,8 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet. Jelenleg 2,5 millió személynek van ügyfélkapus regisztrációja, vagyis lehetősége arra, hogy a NAV elektronikus felületén jóvá hagyja vagy kifogásolja az adó bevallási tervezetét. A miniszter a helyszínen saját SZIA bevallásán mutatta be az új online felület működését. Hát ezt most nem mutatjuk meg. Lehetővé teszik azt is, hogy az adózó a régi informatikai felületen saját maga készítse el a bevallást, akinek nincs ügyfél kapuja, vagy nem akar dolgozni a bevallással, a NAV ahelyett is elvégzi a munkát, és értesíti arról, hogy van-e befizetési kötelezettsége, vagy akár visszaigényelhető adója, tehát valamiféle adótöblete. Az is jól jön időnként, hogyha visszaadnak egy kis adót, nem? Csütörtök reggel 9 óráig 28 ezeren léptek be az online felületre, és 9500-an már be is adták bevallásukat, mondta el Tálai András, ugye parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, aki hangsúlyozta, hogy az ESZIA, a NAV saját fejlesztése, az eszköz és hardware bruttó költsége 4,3 milliárd forint volt, ami másfél-két év alatt csak papírköltségek megtakarítása révén is megtérül. Ebben mondjuk egyetérthetünk. A miniszter kifejtette, hogy a SZIA bevallásban új korszak kezdődött, amely teljesen megváltoztatja az adózó, illetve az adóhivatal kapcsolatát, nem lesz semmilyen kapcsolat, azon kívül, hogy fizeted, azt kész. Eddig is az volt, csak még cseszegettek is érte. Most meg legalább már cseszegetni nem fognak, csak ha van valami elmaradás. Felidézte, hogy a parlament 2015. november 17-én fogadta el ezt a jogszabályt, ami ezt ugye lehetővé teszi, hangsúlyozta, komolyan gondolják, hogy az adóhivatalnak kell az igényekhez alkalmazkodnia és szolgálnia az ügyfeleket. Tehát mi fizetünk, ők meg ugye
Tehát, hogy azért valamit kapjunk is már érte, ne csak stadionokat, mert hát most, már bocsánat, nem akarok politizálni ebben a műsorban, de ha már más platformon jelenleg nem vagyok, akkor lehet, hogy néha belecsusszan ezért. Nézzétek el nekem. Nos, tavaly 455 ezeren kérték a NAV közreműködését az SZIA bevalláshoz, bevallás nyilatkozatból 183 ezer, egyszerűsített bevallásból 272 ezer készült, az idén pedig 3,8 millió bevallást tervezetet készített el a hivatal, idén mintegy 1 millió bevallást önállóan oldottak meg az adózók február 25-ig, 304 ezer egyéni vállalkozó, 13 ezer áfa kifizetésre kötelezett magánszemély és 30 ezer mezőgazdasági őstermelő küldte be SZIA bevallását, 660 ezer magánszemély pedig a munkáltató közreműködését kérte ehhez. A miniszter kitért arra is, hogy az intézkedésnek jelentős környezetvédelmi hatása is van. Idén 200 tonna papírt spórol meg az adóhivatal. Beszámolt arról is, hogy az ESZIA mögött 16 hónapnyi fejlesztési munka van, és 12.500 órát dolgoztak rajta a NAV munkatársai. Tálai András azt is elmondta, hogy 573 ezer adózó kérte a tervezett megküldését az adóhivataltól, több mint felük pedig SMS-ben igényelte ezt. Több mint 500 ezer személynek van befizetendő vagy visszatérítendő adója, közülük levélben értesítik azokat, akiknek nincs ügyfelkapujuk, akkor is, ha nem kérték a papíralapú tervezetet. A tervezetet igénylők május 2-áig kapják majd meg a dokumentumot. Hát ennyi gyakorlatilag a történet. Egyedülálló egyébként valahol. Tehát külföldön is ugyan van rá példa, hogy elektronikusan lehet egyáltalán bevallani, azt már ugyan nálunk is lehet régóta, de az, hogy a haladó hatóság gyakorlatilag megcsinál helyettünk mindent, mi meg csak nyomunk rá egy pipát, vagy kifogással élünk, ha akarunk, ez azért tényleg majdnem, hogy páratlan. Ennyi a történet lényege. Köszönjük szépen! Van-e még itt valami, ami érdekes lehet? Igen, hát az Európai Unió megint hozza a formáját, és ezekről mindig szeretek beszámolni nektek, hogy már megint mi van. Az Európai Bizottság és a tagállami fogyasztóvédelmi hatóságok arra kérik a közösségi médiákat üzemeltető nagyvállalatokat természetesen, hogy tartsák be az uniós fogyasztóvédelmi szabályokat a fogyasztók megtévesztésének visszaszorítása érdekében, közölte az Uniós Bizottság pénteken. Ellenkező esetben, hát büntetnek, hát mit csinálnának, ugye természetesen. A bizottsági tájékoztatás szerint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz és szervezetekhez egyre több panasz érkezik azoktól a fogyasztóktól, akik a közösségi média weboldalait használva csalás vagy megtévesztés célpontjává váltak. Vagyis akikre nézve egyes szolgáltatási feltételekben nem tartják tiszteletben az uniós fogyasztóvédelmi jogokat. A közösségi médiát üzemeltető vállalatoknak, mint például a Facebook, a Twitter vagy a Google, amennyiben weboldalukon a félrevezetésre alkalmas csalás és megtévesztő tartalmakról tudomást szereznek, csalásról, ugye, meg a megtévesztő tartalmakról tudomást szereznek, el kell távolítani azokat. Erre egy hónapot kapnak, különben bírságra számíthatnak. Ilyenek lehetnek a fogyasztóktól kicsikart fizetéssel kapcsolatos megtévesztések, az olyan előfizetési csapda, amikor felajánlják a fogyasztónak az ingyenes kipróbálás céljából történő regisztrációt, de nem adnak az égvilágon semmit, illetve hát legalábbis világos, illetve elegendő információt semmiképpen sem. Továbbá a hamis termékek forgalmazása, vagy az olyan hamis akciók, amelyen olcsón kínálnak egy-egy terméket, de éves szinten több száz eurós rejtett előfizetéseket vonnak maguk után. Csúnya dolgok ezek, ez kétségtelenül így van, nagyon sok ilyen szájt működik, és hát ugye a Facebookon meg mindent lehet osztani, még akár ilyen szájtokat is meg lehet osztani, és hát csak azt nem értem itt már megint, hogy már megint miért a közösségi oldal üzemeltetőit szedik elő, és miért őket akarják bírságon. Tehát ők tehetnek róla, hogy idióta emberek erre használják a szolgáltatást? Most őszintén. Tehát megint őket veszik elő. Ez olyan, mint a gyűlöletkeltős történet. Nagyon jó, hogy tenni kell valamit, és hál' Istennek tesznek is.
Persze itt rögtön már cenzúráról beszélünk innentől kezdve, és ez meg a másik oldalnak nem tetszik, de itt is a közösségi médiát szedték elő, de hát nem a közösségi média tehet erről, hanem azok, akik használják, és ilyen célokra használják. Tehát megint a technikát, a platformot kezdjük el büntetni, illetve annak üzemeltetőit előszedni, miközben a felhasználók azok, akiket szépen egyenként kellene szerintem megbüntetni, tehát akik ilyen tartalmakat töltenek fel. De most komolyan. Tehát... Na mindegy, de hát mindig a legegyszerűbb természetesen a postást bántani, ugye, mert itt szó szerint ugye ismeritek ezt a közhelyt, tehát nem a postást kell bántani, hát nem, ő csak a hírt hozta, hát nem ő találta ki azt. Jó, úgyhogy ennyi, jó. Ha van még esetleg időnk, vagy marad még kis lúk a műsorba, akkor természetesen még van egy-két hír a tarsolyomba, de most inkább jöjjetek ti. Indítom is a Skype-ot, ha van kedvetek, akkor tv.fixhd. Ezt lehet hívni, csak természetesen az új Skype-ot, azt mindig elfelejtem, hogy ezt teljesen ki kell kapcsolni, és úgy kell indítani. Én meg mindig csak bezárom, illetve csak jelentkezek belőle, de az kevés. Magát a szoftvert is újra kell indítani, nekem az életben nem jelentkezik be. Úgyhogy egy pici türelmet, tehát tv.fixhd, illetve Facebookon, facebook.com/fixhd oldalon keresztül. Lájkoljatok bennünket, amennyiben még ezt nem tettétek volna meg, és itt is hozzá is szólhattok. Szombati Laci rögtön írta is nekünk, hogy egy soron kívüli update-et adott ki ma a Microsoft a Windows 10-hez, szóval dolgoznak a lányok, fiúk a rendszeren rendesen. Working properly. Nagyon jól teszik. Úgyhogy örülünk neki. Aztán Roland is egy érdekességet osztott meg retro mobilokkal kapcsolatban. Akit érdekelnek a retro mobilok, tessék nyugodtan olvasni a cikket. Aztán Robi írja nekünk, szia Wendy, mi lehet az oka annak, hogy semmilyen online TV műsor nem indul el. Windows 7 van a gépem, mert YouTube videók gomb nélkül akár HD-ben is mennek. Se Fix TV online, se Digi online, eddig simán ment minden, viszont Facebookon benneteket tudlak nézni, semmit nem telepítettem a gépre. Köszi, Jani. Hát valami, ami a videó lejátszáshoz szükséges, az ott nem jó, nem stimmel. Ugye a mi oldalunkon flash kell, tehát ha nincs flash, vagy nincs bekapcsolva, ugye, hogyha mondjuk frissült esetleg a böngésződ, most már alapértelmezetten ezt engedélyezni kell külön, mert letiltották, hogy alapértelmezetten a flash működjön, tehát ezt kézzel kell engedélyezni, illetve lehetséges, hogy frissíteni kéne a flash-t, bár hogyha ugye Chrome-ot használsz, akkor a Chrome az elvileg frissíti, de ha mégsem, akkor menj fel szépen az Adobe-nak az oldalára, keressél rá a flash player-re, és frissítsd le a legfrissebb változatra. Illetve azért gondolkodom ezen így, mert például a másik általad említett ilyen online videó néző, az meg HTML5-öt használ, meg a YouTube is HTML5-öt használ, tehát ezért nem értem, hogy az egyik miért megy, a másik miért nem megy. Ott meg lehet, hogy be kéne jelentkezni, nem? Tehát például ennek a bizonyos szolgáltatónak az online videó nézési vagy TV nézési lehetőség, ez meg be kell jelentkezni a weboldalon. Lehet, hogy lejárt ez a periódus, és lehet, hogy kijelentkeztetett, próbálj meg bejelentkezni, és utána kell, hogy tudjad nézni, illetve hát az is lehet, hogy ott van valami technikai probléma esetlegesen, és azért nem megy, de az is HTML-öt azt hiszem, tehát működnie kellene, vagy ha flash, akkor meg ugyanabból azokból kifolyólag nem működik, amiért egyébként a mi oldalunkon sem, tehát flash player-t tessék aktiválni a böngészőben, jó? De ha jól látom, akkor itt YouTube HTML5 player-t használ, alapból frissíteni kell a flash player-t. Hát igen, de a kettőt ne keverjük össze, tehát ugye a HTML5-nek meg a flashnek igazából semmi köze nincs egymáshoz, két teljesen különböző technológia, még hogyha mind a kettőt videó lejátszásra is használják, de teljesen külön protokollokat, mindent használ. A HTML5-höz nem kell semmilyen külön player, azt igazából a böngészők natívan tudják kezelni, tehát ha valami HTML5-ös videó, az a böngésző natívan le fogja játszani. A flash-t azt viszont külső plugin segítségével kell, tehát azt kell aktiválni, letölteni és engedélyezni a használatát a böngészőben. Jó? Tehát valószínűleg régi a flash playered, vagy
bár mondjuk nem tudom, mert nem derült ki, hogy milyen böngészőt használsz például, mert a Chrome-ban ilyen gondok nem szoktak lenni. A Firefox-nál például lehet, de mondom, a Chrome-ot is frissítették most, tehát ott is már alapértelmezetten ki van kapcsolva a flash, tehát be kell kapcsolni, engedélyezni kell. Telefonálunk van. Halló, halló! Halló! Szia, parancsolj! Szia, Bendi, Péter vagyok, Jászárok Szárosó. Halló, Péter, parancsolj! Olyan kérdésem lenne, hogy manapság egy átlag felhasználónak milyen telefonkészüléket érdemes venni? Tehát most nem márkára gondolok én, hanem rendszerigények, stb. Milyen dolgokat kell figyelembe venni, hogy normálisan működjön. Uh-huh. Vagy vannak mindig biztonsági frissítések, stb. És akkor állandóan megtelnek a tárhely. Igen. Hiába van microSD kártya is plusz benne, mert tele van ilyen gyári dolgokkal is, ami uh-huh. nem is kellene, és le se lehet szedni őket róla, hogy igen. Hát ez sajnos elég sok gyártó alkalmazza ezt, hogy telepakolja saját programokkal, és hát mondjuk, hogyha kicsi a tárhely, a belső tárhely, akkor bizony előfordulhat, hogy nem tudsz annyi alkalmazást telepíteni. És ugye az alkalmazások száma is, meg ugye mérete is folyamatosan növekszik, és ott tartunk, hogyha egy bizonyos számú alkalmazást feltelepítesz, akkor egy idő után elfogy a memória, meg a belső tárhely. Igen, de most az, hogy igen. SD kártyát teszel bele, az ugye elég kevés készüléknél támogatja azt a lehetőséget, hogy te arra is tudsz mondjuk installálni. Az inkább adattárolásra van, tehát videókat, képeket, zenéket, azt tudod arra menteni, hogy ne a belső tárhelyen foglalja, de programokat nem nagyon tudsz arra telepíteni. Egy-két gyártónál van arra lehetőség, hogy ezt megtedd, de ez nagyon ritka. Nem divat. Úgyhogy, hát figyelj, mindenképpen valami közép-felső kategóriában gondolkodnék, már csak azért is, mert ahogy az előbb is mondtam, egyre csak növekednek az alkalmazásoknak a gépigényei, hogy úgy mondjam, és ha veszel egy alsó kategóriás telefont, akkor iszonyúan lassú lesz, tehát nem lesz jó a felhasználó élmény. Tehát mindenképpen valami közép-felső kategóriában érdemes. Tudom, az drágább, de azzal az ember legalább egy ideig el van. Aztán utána elkerülhetetlen úgy is, hogy pár év múlva újat vegyél, mert egyszerűen elhasználódik. Jó, hát márkát nem mondhatok, sajnos. Értem. Meg nem is tudnék így hirtelen mit ajánlani, mert annyiféle készülék van, hogy és mindegyiknek megvan a minden kategóriában jelen van szinte mindegyik gyártó, úgyhogy amelyik számodra szimpatikus. Jó, és olyat nem tudom, olyat biztos lehet, hogy melyik platformban érdemes gondolkozni, tehát a Android, vagy Windows, vagy esetleg az iOS? Hát én Android vagy iOS ebben, ezt kell, hogy mondjam, bármennyire is igyekszem a Microsoftot, nem is tudom, kicsit úgy is tápolni, de ez a Windows Phone-os vonal, ez szerintem ez nem az igazi. Úgyhogy Android mindenképp, az iOS az meg ugye az prémium kategória, tehát ott jó mélyen a zsebedbe kell nyúlni, hogyha iPhone-t szeretnél, mert hát ott nincs is más, tehát iPhone van, azt kész. Úgyhogy alkalmazások számát tekintve az Androidra, illetve iOS-re van szinte minden alkalmazás alapból fejlesztve. Windows Phone-ra nagyon kevés minden van, tehát igazából ott azért lehet, hogy belefutsz egy-két olyan dologba, hogy valamilyen programot szeretnél föltenni, és nincsen egyszerűen Windows Phone-ra, tehát tehát Androidnál azért ez kevésbé fordul elő, vagy iOS-nél. Úgyhogy ezek közül kell mindenképpen jó, gondolkodnod. Nagyon szépen, köszönöm. Nincs mit? Halihó, szia! Hello. Hello. Megyünk tovább, jó a pólót, köszönöm szépen. Zsolt írja nekünk, szervusz Vendi, az lenne a kérdésem, hogy asztali számítógépemet, amikor alvó módba szeretném helyezni, legtöbbször pár másodperc múlva kilép belőle és behozza a bejelentkezési felületet, tehát nem marad alvó módban. Néztem az energiagazdálkodási beállításokat, és nem találtam semmit, ami miatt ne tudna alvó módban maradni. Mi lehet a probléma? Köszönöm a válaszot, király a műsor. Köszönöm szépen, Zsolt. Hát van egy olyan érzésem, hogy akkor energiagazdálkodási problémák vannak, ergo vagy nincsenek megfelelően felpakolva az alaplapi chipset driverek, amik egyébként fontosak ahhoz, hogy minden eszközt tudjon alvó módba küldeni. Tehát, vagy pedig valami folyamatosan visszahozza. Nem tudom, hogy mi van esetleg rádugva pluszba a gépre. Tehát van-e mondjuk, mit tudom én, pendrive bedugva, külső merevlemez, lehet, hogy hálózat, tehát ilyen wake on LAN történet van, ugye, hogyha BIOS-ba be van kapcsolva, föl lehet ébreszteni a számítógépet, vagy be lehet kapcsolni a számítógépet hálózatról is, routereknél küldözgetnek egyébként elvétve ilyen kis
mondjuk úgy, hogy pingetéseket, hogy ha-ho, itt vagy? És az bőven elég ahhoz, hogy a számítógép alvó módon fölébredjen, hogyha mondjuk ez a funkció be van kapcsolva, tehát BIOS-ba ezt ellenőrizd le például, de ugyanez a Wi-Fi-nél is előfordulhat egyébként, hogy így megpingeti a router, hogy ha-ho, itt volt az előbb valami kapcsolat, most miért nincs, és hogyha válaszol rá alvó módban a Wi-Fi, akkor lehet, hogy ez bekapcsolja a számítógépet, illetve hát visszajön az alvó módból. Tehát valami ilyesmi lehet, valamelyik eszköznek nem megfelelő az energiagazdálkodási beállítása. Ez legtöbbször driver hiba miatt van, tehát minden drivert le kell ellenőrizni szépen az imént említett eszközök esetén, tehát a hálókártya, a Wi-Fi kártya, USB-k, illetve maga az alaplapi chipset driver, hogy fenn van. Nem írtad le, milyen rendszerről beszélünk. Windows 10-nél azért ez... hogy úgy mondjam, általában automatikus, de ettől függetlenül az alaptop gyártó oldalán érdemes körbenézni, hogy ők milyen drivert kínálnak, mert néha azért a Microsoft mellélő, tehát hogy a Windows 10, amit alapból letölt driverek, azok nem minden esetben 100%-osan tudják azt, amit mondjuk a gyártó által kínál driver, tehát célszerű ezt lefrissíteni a gyártó általi driverre. Aztán maximum a Windows úgy gondolja, hogy ő még jobb, és akkor ő akkor is lefrissíti a saját maga által kínáltra. Ezt persze ki lehet kapcsolni, de célszerű is ilyen driverek telepítése esetén, de egyébként pedig az esetek 90%-ában mondjuk úgy ezzel nem szokott gond lenni, vagy legalábbis én nagyon ritkán találkozom ilyen problémával. Tehát inkább valami olyasmi van. Gyanakszom, hogy lehet, hogy ez a Wacom-on, amit itt az előbb mondtam, tehát a BIOS-ban ezeket kéne csekkolnod. Okay. Mi van itt még nekünk? Ez már szerintem nem nekem szólt, bár lehet, hogy nekem is szólhatott volna, ha tegnapból indulunk ki. Hogy vagyunk? Hol vagyunk? Frissítek egyet. Azt mondja, hogy... Ricsi hírja nekünk, sziasztok! Van egy Asus monitorom, amin a felbontás 1360x768, ez a maximum, és ez a VGA kábellel van összekötve egy modern számítógéphez, Intel i5-ös GTX 1050-es. A probléma az, hogy a kijelző bal szélén van egy a kijelző aljától tetejéig tartó fél centiméter vastag rész, amit a kijelző szélének érzékel. Mit tegyek, hogy teljes kijelzőt tudjam használni? Aha. Hát két dolog lehet. Az egyik az az, hogy a monitorodon kéne egy auto-adjustot csinálni, tehát hogy egy automatikus beállítást, hogy húzza ki a képernyő széleig a dolgokat, vagy ha ez nem megy az auto-adjusttal, akkor megpróbálni a monitorodnak a menüjében ezt a pozíciókat esetlegesen beállítani rendesen, mert lehet ilyet csinálni elvileg. Bár az auto-adjustnak ugye ezt meg kéne automatikusan csinálnia, ez lett az egyik ok, a másik az pedig lehet driveres ok is, tehát magában a videókártya driverében is lehet egyébként méretezni a képet. Célszerű egyébként ezt nem megtenni, hanem alapértelmezetten hagyni a méretezést, és inkább a monitoron beállítani ezt a történetet. Néha egyébként pláne analóg módban átállnak, digitálisan nem szoktak ilyen gondok lenni, analógnál ez előfordul, tehát ahogy mondtad te is, hogy VGA-n van bekötve, hát gyakorlatilag ez ezzel jár, hogy időnként elmászik a mondjuk úgy, hogy a szinkron, vissza kell pozícionálni, és akkor elvileg megoldódik, tehát a monitorodnak a beállításait kell megnézni, jó? Tehát belemész a menüjébe, és akkor ott lehet ilyen dolgokat állítgatni. Ha meg nem tudod beállítani, tehát valami miatt ez nem megy ez a történet, akkor lehet videókártya driver probléma, tehát érdemes lehet esetlegesen nézni egy driver frissítést, videókártya driver frissítést, illetve nem tudom, hogy van-e azon a monitoron több bejárat, mert célszerű lenne amúgy is mondjuk digitálisan használni. Nem tudom, hogy HDMI vagy DVI van-e rajta, a videókártyádon vannak-e ilyen kimenetek, mert célszerű lenne ezt az analógot inkább digitálisra cserélni, kevesebb a gond vele. Jó? Aztán Norbírja nekünk, hello Wendy, Samsung S3-at használok, és nagyon sok problémám van. Azon kívül, hogy lassú és a kamerája se igazi, nehéz vele éles képet készíteni. Videó felvételkor is sokszor van, hogy a hangfelvétele tompa és halk. Most meg pár napja olyat csinál, hogy lefogy a névjegyzék, kevés tárhelyem van. Lehet ennek oka, hogy nincs elég helyem? Nincs benne SD kártya. Hát Norbi,
Hát, amit itt elmondtál, ez gyakorlatilag abból következik, hogy S3. Hát azért ez már nem egy mai darab készülék, hát ez hány éves vagy öt, nem? Kb. S3-os. Szerintem már, igen, ilyen öt év körüli. Oké, hogy akkor csúcskészülék volt, de hát azért változtak az igények, illetve hát abból is többféle kategóriás volt. Volt 16 gigás, meg 32, meg nem tudom, hát most nem tudom, melyből melyik van neked. Ha nincs benne SD kártya, és elfogy a hely, tehát kírja, hogy nincs hely, hát akkor logikus módon helyet kell csinálnod, hiszen ugye a belső tárhely is kevés, tehát nincs hely, akkor nem tud hova cache-elni az oprendszer, nem tudja hova írni az átmeneti fájlokat, stb. De törölnöd kell mindenképpen egy-két appot róla, és hát ez a lassúság, meg az, hogy belassul a kamera, meg már mosott a kép, tehát nem annyira simán elképzelhető, hogy már ki van kopva a kamerádnak a felülete, sok csiszolódástól ez szépen elkopik ez a kis, kis műanyag, nem tudom, lencse, ami ott van az egészet, ahogy védi, és az bizony azt eredményez, hogy homályosabb lesz a kép. Tehát kénytelen vagy hátlapot cserélni, vagy a kamerának a fedelét valahogy kicserélni, hogyha ezt meg akarod, vagy akarod orvosolni ezt a problémát. A hangfelvétel tompasága az ugyanez. Régi a telefon, egyszerűen elhasználódott benne a mikrofonnak az érzékelője is. Ki lehet cseréltetni ezt persze, csak kérdés, hogy érdemes erre a telefonra költeni. Vagy inkább venni kéne most már egy újat. Tehát ezt neked kell eldönteni, de sajnos ennyi. Az, hogy lefagy időnként egy-két program, itt a névjegyzéket emeltet ki, ez lehet a kevés tárhelynek is köszönhető, meg nem tudom mikor húztad újra, de egy idő után azért ezeket a telefonokat úgy megtellik ugye a rendszernek gyakorlatilag a rendszerleíró tábla, meg minden, hogy idő után ezeket úgy újra kell húzni. Tehát egyszerűen gyári visszaállítást kell rajtuk csinálni. Minden telefonon szerintem olyan fél évente. Nálam is most jött el az időszak, hogy valamikor ezt meg kell csinálnom, mert nekem is ilyeneket ír ki, hogy nincs elég hely. Pedig nézem, van. Tehát, hogy itt valami más miatt írogat ki ilyesmit. Memória is van, tárhelyem is van, mégis ilyeneket ír ki. Nem tudom, meg időnként belassul a telefon. Lehet, hogy egy frissítési hiba, lehet, hogy egy applikáció kavar be. Az az igazság, hogyha ilyeneket csinálnak a telefonok, akkor gyári rendszer visszaállítást csinálni kell rajtuk, az általában orvosolja ezt a problémát. Oké? Robi, szia Wendy, az lenne a kérdésem, hogy a monitor beállításoknál hol kell átállítani, hogy a monitor legyen a fő képernyő, laptop, amikor a második képernyőt használok. Windows 10, előre is köszi a választ. Tehát, hogy a monitor legyen a fő képernyő. Ja, értem, tehát, hogy két képernyőd van, és akkor az legyen az elsődleges. Hát egyszerűen a videókártya beállításainál kell ezt megtenni. Nálam itt Nvidia van, úgyhogy max azon tudom ezt neked mindjárt megmutatni, hogyha elindul, csak már rég hoztam ezt a programot, aztán ez ilyenkor kicsit néha így játszik velem, igen, na tehát például itt lehet, és akkor most mutathatjuk, és akkor több megjelenítő, és itt látszik is, nekem mondjuk kettőzve van, tehát látszik, hogy egy-kettő, de most az a baj, hogyha én most kikapcsolom, és nem így lesz, nem kettőzve lesz, akkor viszont sajnos nem fogom tudni ezt nektek akkor rendesen megmutatni, de mindegy, megpróbáljuk hátha. Csak ezt most így nagyon lehet, hogy adásban nem biztos, hogy szeretni fogjuk, most kiterjesztjük. És nem pedig klónozzuk, mindjárt megoldja, igen. Na, és akkor most gyakorlatilag én ezt lealkalmazom, és itt tudod egyszerűen megmondod, ha jobb gombot nyomsz rajta, akkor mutatja is gyakorlatilag, hogy legyen az elsődleges, hát ugye amelyik csillaggal van jelölve az elsődleges, most erre nyomok, akkor itt lesz, legyen ez az elsődleges. Második kijelző, meg az első kijelző gyakorlatilag. És ha neked mondjuk ez a monitorod, ez meg a laptop, mint ahogy nálam most így van, akkor egyszerűen azt mondod, hogy ő legyen az elsődleges. És akkor ő lesz az elsődleges, alkalmazod, azt kilépsz. Ezt most azért nem csinálom végig, mert egy, nem akarom elállítani, kettő, meg nem látnátok be semmit, mert hirtelen eltűnne így a kép, meg mert ugye variálná a kijelzőket, de így kell megcsinálni. Jó, ha nem Nvidia-d van, hanem AMD-d, ott fogalmam sincs, hogy van, de egyébként a Windows beállításainál is azt hiszem, hogy van egy ilyen lehetőség, mert hát végül is ott is ugyanerről beszélgetünk. Mutathatjuk, tehát ugye a gépházba, hogyha bemész, és akkor ott a kijelzőre mész rá, ugyanez ez a lehetőség amúgy itt is megvan, csak itt is ugye most duplikálva van, tehát látszik is, hogy ez a megjelenítő van duplikálva, de természetesen, hogyha ez kiterjesztve lenne, akkor lehet olyat csinálni, hogy melyik kijelző az elsődleges. Azt beállítod, és akkor az lesz az elsődleges kijelződ.
Jó, még azt is betold el, hogy jobbra vagy balra legyen tőle, tehát hogy fizikailag, ha mondjuk az egeret húzod, akkor tényleg úgy legyen, ahogy a monitoron van, hogy jobbról balra húzod át, tehát hogy fizikailag is úgy vannak elhelyezkedve, persze meg is lehet fordítani. Náluk itt például fordítva annél meg kavarodást is szokott okozni, hogy jobbra húzod ki és bal oldalról jön be az egér, de hát ez mindegyennek más technikai okai vannak, hogy ez miért van így megcsinálva. De lehet ezt variálni, ez a lényeg. Jó, tehát gépház kijelző, vagy a saját driverébe is, hogyha videókártyád van. Ez a Skype, ez mit csinál? Halló? Igen? Most már jelszó is kell? Eddig nem kellett. Tehát, hogy egyszer kér, egyszer nem kér. Jó! Na nézzük, Szabi, mindig tévészámítás technikai kérdései vannak. Irány a Fix TV Restart című műsora. Köszönjük szépen, így van. Mutassuk már meg, már hát azért legyünk büszkék rá, hogy ilyeneket így kiírnak, kérem szépen. Hát ajánlom is. Ajánlom figyelmetekbe, úgy értem. Köszönjük szépen. És hát ugye ezzel itt gyakorlatilag azt is mondhatjuk, hogy a Mindig TV applikáció segítségével is nézhetitek egyébként a műsorunkat. Robi írja nekünk, szia Mendi, azt olvastam, a Windows alá nem szabad túl sok programot telepíteni. Szerintem itten nem az a lényeg, rengeteg ingyenes program létezik, amit telepítek, közben meg rengeteg más programot is felrak az operációs rendszer, vagy frissítési folyamatot futtat állandóan, a gép bekapcsolásakor is fut előre a program, miközben meg nem is fogod használni. Ráadásul rengeteg regedit szemét is keletkezik, portable apps jobban megéri használni, mert nem terheled a géped több folyamatokkal. Szépen tudsz fogalmazni, Robi, de nagyjából értem, amit írni akarsz. Hát igazából most erre nem tudok mit mondani, ez így van, amit mondasz, tehát ha sok programot telepítesz föl, bizony, pláne, hogyha ezek olyan programok, amik mit tudom én, állandóan figyelnek, tehát rezidens módon futnak, a rendszerrel együtt már betöltődnek esetlegesen, mondjuk a Windows betöltésekor be is töltődnek ezek a programok, és akkor az persze eszi az erőforrást, eszi a memóriát, eszi a processzort, ott fut a háttérben, és természetesen minél több programot telepítesz, valóban a registrybe is folyamatosan növekszik ugye a registrynek az adatbázisa is, ez egy idő után lassulást okoz. Megint csak ugyanazt tudom mondani, mint az előbb a telefonok kapcsán, elkerülhetetlen pláne, hogyha az ember sok programot próbálgat ki és telepítget le föl, hiába uninstallálgatod, attól még ott hagy maga után nagyon sok szemetet. Vannak erre persze ilyen programok, ilyen CCleaner és társajemben ilyen tört vagy törölt registry bejegyzéseket lehet helyrepakolni, vagy pont hogy törölni, amik már nem kellenek. Ezekkel ideig, óráig el lehet játszani, de egy idő után szerintem el se oldja meg a problémát. Itt is arról van szó, hogy újra kell húzni a rendszert. Elkerülhetetlen. Én nagyjából fél évet szoktam mondani átlag felhasználás mellett, magamból kiindulva, aki átlag felhasználóként használja a gépét, tehát én tényleg azokat a programokat telepítem föl általában a gépemre, amiket úgy tényleg használok, tehát nem szoktam úgy nagyon más telepítgetni. Néha-néha persze, hogyha van valami és kipróbálok egy-két programot, akkor azt fölteszem, de az önmagában nem zavar sok vizet. És ennek ellenére azért olyan fél évente úgy érezhetően belassul a rendszer, tehát mondjuk fél évenként az ember egy teljes rendszer újrahúzást azt szerintem nem árt, ha eszközöl, akár a telefonján, akár a számítógépén, elkerülhetetlen. Adatokat folyamatosan mentjük természetesen, ugye bár meg hát ugye, ha merev lemezed van, akkor lemeztöredezettség is közre játszik még pluszban, ami ugye lassítja a folyamatokat. Ha mondjuk csekélyebb hardveres képességű a géped, akkor ez alapból ugye lassabb lesz, és ha ez a folyamat ez még lassabbá fogja tenni ugye a történetet, hogyha folyamatosan ugye bővül a Windows, nagyobb lesz ugye. Hát megnézed, alaptelepítéskor mondjuk egy Windows 10 nagyjából olyan 15 gigát eszik. Föltelepítgetsz mindenféle programokat, és csak a Windows önmagában a programokat leszámítva is folyamatosan növekszik, és ilyen 18-20 gigára már felhízik. Tehát csak a különböző bejegyzések, driverek, amik fölmennek, csak azok megesznek ilyen 5 gigát pluszban, és akkor még ugye a programokról ne is beszéljünk. Tehát, és hiába szeded le, nagyon sok minden tényleg szemetet hagy maga után. Nem tudsz ezzel mit csinálni, illetve tudsz, mondom, vannak programok, amikkel lehet söprögetni, de igazából az, mondom, csak ilyen átmeneti megoldás. Tehát az oprendszert az nem fogja azért olyan teljes egészében helyrepakolni, teljes egészében helyrepakolni, csak úgy lehet, ha teljesen újra is találod. Elkerülhetetlen időnként. Jó,
Oké, okay. Nyugodtan csörögjetek, még van időnk ám. Roland, néha egy sima újraindítás elég, és helyreáll a telefon memóriája. Nem csoda, sok háttérben futó progik, játékok lezabálják. Én egy héten egyszer kb. Meg is csinálom, és semmilyen problémám nincs. Lassulás, zsibbadás, stb. Ajánlom mindenkinek. Egyébként ez is benne van a pakliban, tehát egy restart, egy jó restart az általában sok problémát szokott tudni orvosolni, és most itt nem a műsorról beszélek, de hát akár a műsorról is beszélhetnék. De tény és való, tehát, hogy akár csak ugye az előbb a Windows kapcsán, egyébként tök érdekes, hogy ugye ez a párhuzam a számítógépek esetén és a mobilok esetén az ugyanúgy fennáll, hogy beragadnak folyamatok, memória részleteket, bizonyos programok nem pucolják ki maguk után, és ott maradnak benne a memória, miközben nincsenek is használva, de az oprendszer számára azt jelzi gyakorlatilag, hogy ott most annak ott kell lenni, nem söprögeti ki, és így bizony betelik a memória. Újra kell indítani, hát most mindenki kibírja azt az egy percet, amíg újraindul a telefonja, szerintem akár naponta is meg lehet tenni, vagy naponta többször is, ha valakinek sokszor csinálja ezt. Most az, hogy valaki hetente teszi meg, én általában egyébként ilyen 2-3 naponta, de akkor szoktam ilyet csinálni, amikor belassul a telefonom. Fogom, azt újraindítom. Ennyi a megoldás, ez minden telefonra igaz, márka és mindenféle oprendszertől teljesen függetlenül. Az ugyanúgy az iOS-eket is újra kell indítani, az Androidokat is, a Windowsokat is, mindenre ez az elsődleges gyógymód. Aztán, ha utána is csinálja, akkor kell tüzetesebben megnézni, hogy na akkor mi okozhatja ezt a problémát. De általában egyébként az esetek 80%-ában, hogyha most itt saját tapasztalatban mondhatom, az újraindítás meg szokta oldani általában a lassulást, és újra dinamikus lesz a telefon. Józsi írja nekünk, szia Wendy, 32 megabites interneten van, a set-top box kábellel van csatlakoztatva, a laptopon pedig wifivel. IPTV adásnál furcsa mód a set-top boxon 10 másodpercet késik az adás a laptophoz képest, mitől lehet ez? Sok mindentől, ez nem net kérdése szerintem, hanem inkább a program kérdése. Tehát lehet, hogy a set-top boxban lévő lejátszó program, ami ugye mutatja a videót, az többet pufferel. Vagy teljesen más protokollt használ. Nem tudom, hogy itt most ugyanazokkal a programokkal próbálod-e mondjuk ezt az IPTV adást nézni. Mert mondjuk számítógépen, ha weben nézel egy műsort, az mondjuk élőadás esetén általában flash. Mert HTML5-ben nehéz megoldani az élőadást, flash-t szoktak használni. Na most a Flash, ugye az RTMP protokollt használ, real-time működik, a nevében is benne van egyébként, real-time multimédia protokoll, tehát hogy majdnem, hogy real-time, tehát sokkal kevesebb a késés, mint például a HLS videóknál, amit ugye egyre többen viszont HTML5 esetén használnak, és a set-top boxok is ezt szokták egyébként használni. Ott úgynevezett ilyen csankolást, tehát egy ilyen darabolást csinál a videó szerver általában, és ilyen 8-10 másodperces darabokba küldi el HTTP protokollon keresztül, és általában egy ilyen csankot szokott, van, hogy kettőt előre pufferelni. Ergo, ha összeszorozgatott, 8 vagy esetleg 16 másodperccel később ér oda ugyanaz a tartalom, protokoll kérdése lehet, ez is az ok. Nem hinném, hogy itt sávszélesség kérdése lenne ez a történet. Nálunk is egyébként ez így van, például a telefonnál megnézed az Androidos streamünk, vagy akár a weboldalunkon lévő stream, az majdnem, hogy real time, még néha, mert hogy egyébként ugye ezt is tudjuk, hogy egy videó, ugye a user és a szerver között felépülő kapcsolat, az sem minden esetben minden felhasználónál ugyanannyi, ez ugye attól is függ, hogy éppen hányan nézik, mennyire terhelt a szerver, mennyit pufferel előre a lejátszó, tehát általában nem ugyanannyi, tehát most, amit ti néztek, akár a tévében is, műsort, az lehet, hogy van, akinél 1-2 másodpercet előrébb van akinél hátrébb van, attól függ, hogy nézitek mondjuk a Mindig tévén, ott például szerintem 10-15 másodperccel késésbe vagyunk, vagy ha mondjuk iPhone-on nézitek, ott is tuti 15 másodperc késésben vagyunk, de ha Androidon nézitek, vagy a weboldalunkon, ott még néha előfordul, hogy a tévéhez képest is előrébb tartunk. Tehát, hogy előbb látod a weben, mint egyébként mondjuk a tévéadást, ha nézed. IPTV-nél meg aztán ez különösképpen így van, mert ott ugye első még át is kódolják, tehát az még időt vesz igénybe. Úgyhogy az igazság, hogy az IPTV-zés, mint úgy, ez mindenképpen egy pici időigényes, enkódolni, dekódolni, pufferel, STB ki tudja hány szerveren megy keresztül, mindenképpen minimum alsó hangon 3-4 másodperc a késés.
és mondom, protokoll függő, bizonyos protokollok esetén, ilyen HLS esetén ez lehet 15-20 másodperc is akár, vagy még több, mert hát ez lejátszó kérdése is. Úgyhogy ez az oka nagy valószínűsége, nem az interneted. Tehát ha van egy videó, ami mit tudom én, 5 megabites, ha neked 32 megabited van, és a stabilan megvan a szerverrel ez a sávszélesség, akkor azon annak az 5 megabitnek át kell jönnie. Nem befolyásolhatja azt, hogy ott most mennyit késik az adás, mert tehát a maga a csomag az oda fog érni neked. Itt az a kérdés, hogy milyen protokollal jön az a csomag, mert a protokoll az, ami esetleg változtathat az időn. Most ez lehet, hogy kicsit szakmai volt, de azért remélem érthető volt. Köszönöm szépen a figyelmet! Eddig tartott ma a Restart, de holnap újra folytatjuk, úgyhogy 7 órától kapcsoljatok ide a Fix TV-re. Szevasztok!